Na hali hó, sziasztok srácok! Itt is vagyunk egy korai live-val, remélhetőleg, hogy megy az értesítő. Aztán már dolgozok a számlálón, legalábbis ma már elkezdtem egyet, hogy legyen. Úgyhogy az már folyamatban van. Legalábbis egyelőre. Na, jó, elmileg küldött értesítőt a YouTube. Megyünk TikTokon is. Hello, Gamer Fan Channel, üdvözöllek. Szia, Villő, sziasztok, sziasztok. Szép délutánt. Hogy telt a mai napotok? Meséljetek. Én még gyorsan megosztom. Aztán utána itt leszek gyakorlatilag. És ebédszünet után pedig toljuk majd a Pokémon Unite-ot, úgyhogy ma ilyen retro animés napot tartunk lényegében. Így is mondhatjuk. Na, addig ez a jó kis kellemes háttérzene, ez tökéletes arra, hogy mindenki felkészüljön a live-ra. Hát de nem. Teljesen jó. Hova tegyem, ide teszem. Így. Csodás. Annyira szükségem lenne már a számlálomra, de egyszerűen ma se sikerült megcsinálnom legalábbis, hogy nagyon hülyén nézett ki, úgy meg nem akarom. Hogy legyen. Maria Knight, szia, szia! Storyt, nincsen semmi deckem. Úgyhogy a multiba nem mennék még bele, mert konkrétan nincsen paklim, az alappaklim kívül. Majd, hogyha rakunk össze, akkor toljuk. Lehet majd jönni, csak mondom, hogy megnézem, hogy az alapdeckem van. Annyival nehezebb, mint a másik játék egyébként, hogy igen, itt végig lehet tolni a storyt. És gyakorlatilag nincs annyi lehetőségem pakliként, mint a másikban volt többek közt. Ennyi a hátrány. De amúgy ez is egy fun játék. Múltkor volt egy ilyen nagyon mini vita, hogy ez vagy a másik Yu-Gi-Oh, amit jobban szerettek. Azért is gondoltam, hogy akkor bedobom mára ezt, hogy nézzük meg ezt is, azt is. A múltkorival amúgy a Duel Masters-szel sokat játszottam, vettem is fel tartalmat, lesz belőle videó is, de valószínű, hogy fogjuk azt is tolni majd egyébként. Majd itt az a baj, hogy gyakorlatilag megnéztem, hogy mióta megvan a játék, volt ez az alappakli, amit kaptam, meg egy Dave nevű, ide behúzgáltam random lapokat, de szerintem ez full használhatatlan pakli, ide azt sem tudom, miért húztam be ezeket, gyerekek, szerintem ezek így a, vagy nem tudom, ez az összes összegyűjtött kártyám lenne, amúgy lehet, hogy az, sőt, biztos. Úgyhogy fura, de néztem, hogy van olyan itt, ami a másikban nincs, hogy draft, tehát, hogy random lapokból lehet játszani. A sealed paklival az a kérdésem, ha én ezt veszek, akkor azt megkapom, megtarthatom, aki ért hozzá, az a súgjon. Szia Richard és Halis Luban, nyugodtan lehet súgni, mert ezt a módot nem nagyon játszottam. Mert akkor nem tudom, draftot lehet egymás ellen, mert mondjuk az tök izgalmas lenne, hogy random összerakunk paklikat, azt ugyanúgy adnám. Én simán. Most nem is küldöm ki olyan sok embernek, hogy elindultunk, hanem játszunk szerintem. Így 12-nek kiküldtem, akit először feldobott. Tehát, hogy itt én még nem vettem paklikat, mondja, itt van egy ilyen. Mikor leszekre nem szoktam atka válaszolni, mert a mikor lesz az a tagoknak jár a live menetrend, ők már látják az egész hetet vasárnapig. Megcsapatod az 1300-as tagságot, már láthatod, vagy átvész YouTube-ra, és a 199 forintos tagságot megcsapatod, szintén láthatod. Viszont én a csetemet nem látom. Á, megvan. Ez sem rossz, csak itt az animék sztoriát viszik végig, paklit építeni, meg boostert pakokból lehet csinálni, nem, hogy játékpénzből tudsz venni. Igen, játékpénzem az valamiért sok van. Régen lehet, hogy játszogattam, de mondom, nagyon keveset, tehát a kampányba úgy nézünk ki, hogy eddig le van víve. Gyakorlatilag ezt a párat annó megcsináltam, és a többiből hozzá se lettünk nyúlva. Tehát, hogy ez se. Igen, Julcsi. Szia. Idővel lesz. Most a héten alterebb játékok vannak, úgyhogy Forty Pölö, annyit leszpoilerzek, jövő héten lesz meg Stumble Guys is, azok nem fértek bele a hétre.
Mert nézegettem, hogy igazából a deck pontokból a card shopba, hát nem is tudok sok mindent venni, amíg nincs feloldva az összes karakter, gondolom, majd adogatja hozzá, mert ő belőlük tudok vásárolgatni. Itt látom is, hogy 314 lap gyűjthető talán, és abból 49 van meg a Grand Pánál, itt 45. De ez a 314, akkor mindegyikből annyit lehet kiszedni? Vagy ezt így hogy kell értelmezni közben? Addig amúgy ezen belül is, nem tudom, Steam-es jelölés van-e, vagy hogy tudtok belőle, Mongoofta Family, így vagyok Steam-en. Mert van multiplayer, ranked match, van player, meg ugye ez. Figyelj, megyünk egy szólót, azt sem tudom, hol tartottunk. Mondom, nézzünk egy Gen X-et, azt úgyis jobban bírom. 1000 éve. Jaj, itt van ilyen megállító gomb, oké. Tehát gyakorlatilag ugye a sztorit dolgozza fel, ahol a sztoris meccsekkel megyünk. Erre amúgy emlékszek, annyira ez voltam ugye kedvenc szériám. Live előtt nézegettem részekbe, random bele. A zenéjét nagyon szerettem, az angolosított zenéjét. Aha, és az antik girdek ellen leszünk lényegében, amit amúgy elvileg ismerek. Gyakorlatilag meg majd eldől. Ja, az ilyen tanítópálya még az első, aha, hogy a polimerizál, de alapoktól akarja eltanítani, jó, rendben, hát végül is valahol el kell kezdeni a játékot. Battle Pack meg különálló deck, ami pakkból kiszedhető, lapokból csinálsz, alaposan meg kell fontolni, és el kell olvasni a képességeket. Az macera, mert annyira profi nem vagyok angolból, Yu-Gi-Oh-ba, és amiket használtam, azt lefordítottam. Egyből tudunk polimerizálni, csak úgy mondom. Ja, hogy itt ő mondja, hogy mit kell. Jaj, de nem szerettem ezeket a tanító módokat, de akkor leszeteljük. Másodiktól lesz szabad játék. Tényleg, mert hát az elsőben is a legelső párbaj az ilyen volt, és most már engedélyezi, mondom, vagy nem. Nem, phase menü. Egyből át kell tenni. Fú, te, lekötik a kezünket egyből. Amúgy van, aki ezt jugis és végig tolta, mármint, hogy végig játszott a játékokat. Antik gír, kis takony. Azt nem használtam sose. Jó, hát itt még nem a legópébb deckje lesz nyilván a crawlernek, ez egyértelmű. És akkor most már lehet fúzionálni. De szerettem az Elemental Hero-kat. Azért mondtam, ez ilyen nekem nagyon nosztalgikus és ilyen öröm játék lesz az elején. De a draft az érdekes. Ja, mondjuk a draftba is lehet olyan lapokat kapok, csak amit nem ismerek. Gyorsan végig kell darálni akkor a sztorit. És akkor utána easy. Igen, most azt magyarázta, hogy ezt is ledobhatjuk mellé, nyilván. És akkor itt az idő a támadásra. Fú, de szájbarágos, te jó ég. Hát igen, itt még a grafikák nem, vagy a design nem volt olyan hú de OP, mint a mostaninál. Mint hogy a Duel Masters-re értem, és le se tudok ilyenkor szetelni, de szar. És van akinek itt ebbe sok paklia van? Vagy építettetek ki jót? Például Gamer Fan. Nem adtam át? Miért nem? Ja. Ja, visszahozhatok egyet, legyen akkor, akit visszahozok ő. Meg a polimerizáló lap, teljesen jó. És most már lerakhatom végre a csapdalapomat, köszönöm játék. Ha engedsz érvényesülni, büszke vagyok rád. Már 1K like-nál vagyunk TikTokon, köszi. Szuperek vagytok. Nemrég raktam össze Joey Deckihez hasonlót. Na, ez tök jó. Akkor ez ilyen redice-os. Ott a gólem, a kedvencem! És akkor ezt akartam mondani, hogy ha most minden jól megy, akkor ezt a lapot húzom. De mire kimondtam volna, hogy Skyscraper addigra ki is jött. És csak nem Avian fog jönni. De meglepődtem. Jó, mondjuk ez az egyik legópébb, tehát azért az animében is így tolta le. Jó, nem, mert utána még ott vannak a neoszok meg ilyenek, de az majd beszélünk később róla. Itt van effektje, ha bejön valami ritka szörny, azt hiszem van. Hát, ennek pont nincs. Amikor várod a csodát, de nem jön.
Aha. BP. És ilyenkor érvényesül a képessége? Megállapítom, hogy igen. Jó, túlestünk ezen a nagyon kötelező macerás, nem csinálhatok azt, amit akarok körön. Ő az igazgató volt, ők itt a főszereplők, per mellékszereplők. És akkor itt a sztori az igazából annyi volt, hogy egy suliba tanulják a jugiózás lényegében. Na és akkor ilyenkor kapunk ilyen cuccokat. New deck. Ezt most már akkor tudok anti-gírekre rámenni itt is. Aha. Jó. De jó ég. Nulla pontot kapok. De igazából kapok 1974 pontot ilyenkor, akkor most az a lényeg, hogy kapok pontot, csak ott azt írja, hogy nulla. Mert ez az, amiből nem volt világos tegnap, mikor mentem egy tesztkört. Hogy elvileg ezt megkapom, nem? Szia, John. Aha, ő belőle már tudunk is lapot venni, de hol van az antigíres? Sehol. Háromszög a pénzed, igen. Az megvan. 400-é ad nekünk valamennyi lapot. Hát random egyet nyissunk, nézzük meg. 8-at ad, bocsánat. Na, a Cyber Prima az az övé. Többi az meg ilyen full random. Ú, de retro lapok, te jó ég. Hát igen, ebben sokkal több retro lap van, mint az új játékban. És akkor innentől elvileg jön a normál mód. Tovább megy a story, és akkor indulunk. Szia, pro! Mondtam, hogy ebben a játékban sehogy nem állok gyakorlatilag. Tehát, hogy itt se dekkem, se semmim, de a sztorikat, ha végig toljuk, akkor utána össze tudjuk farmolni. Mi újság, milyen napotok van, Joe meg Pro Hungary? Hali Chris Hun HD Gaming. Jaj, de ebben vannak olyan elementálok, amiket nem ismerek az animéből, mert nem volt benne pölő ez. Aha, 200-zal növeli az Elemental Hero-k támadó pontját, az mondjuk nem egy ucsó. Ezzel gondolom fúziót tudunk előidézni. Hát nem. Na várjál. Adjunk egy 1 és 4 közötti 4 csillagos Warrior-t a kezünkbe. A tűzzel mondjuk nem tudom, hogy mit tudok fú... A Sparkman, azt nagyon szeretem. Úgy. Mondjuk azt, hogy szeretem, nem azt jelenti, hogy őt kellett volna, de innentől engedjük el. Oké. Ha jól tudom, akkor ez harcba felezi vagy duplázza a saját vagy ellenfél szörnyét, pontosan nem tudom. Jó, dobjuk le a Sparkman-t. És szerintem reméljük, hogy nem dob nagyobbat. Reggel kezelőorvosnál voltam, meg dolgokat intéztem, aztán házi munka, most meg gép előtt vagyok, de ki kéne takarítsam az autót. Hát akkor hajrá! Nagyon grindolom mostanság az SSO-t. Jó hírem van, Villő, nézd meg a tagságnál a live menetrendet, lesz hosszú SSO a héten. Amúgy én is adom. Hát, még semmi hú de nagy fúziót nem mutatunk, de legalább támadunk. Csak nagyobban, mert tele vannak csapdákkal. Ahogy így megkerülve megsebzett minket ez a balerina, teljesen okés. Jó, az amúgy szép lap. Mert én szeretem a kártyák dizájnját is, tehát ez egy ilyen konkrétan egy a double passé, ez egy flamenkos hölgy, vagy egy hát balerina, de én nekem voltak flamenkos lány ismerőseim, azok komolyan így néztek ki. Én is élem most újra kicsit a régi játékokat, de jön a Palworld is a héten. Nehéz megállni, hogy 7 napig ne játszak, tegnap megvettem, meg be is lőttem, meg teszteltem, szépen fut. Szét is vertem pár bár, már mint nem spoilerezni. Na, ezzel sincs még fúzióm? Nincsen, de legalább kijött a szárnyas avion. Amúgy valóságban is volt hero. Van, mindenre azt mondom, hogy volt, de van hero paklim. Játszottunk is vele. Cyber tütü. Csodás nevek.
De majd, ha jön Sára, akkor mondtam neki, hogy mondok pár dolgot a Yu-Gi-Oh-ról, mert igazából ez is van annyira retro, mint a Poké meg a többiek. Most már itt látszik, hogy öregszünk, gyerekek. Közben 22 rózsa be van lőve oda TikTokra, aki szeretne beszállni, köszönöm. Itt pedig Superchat, Supermatica tagság és tagság ajándékkal tudtok támogatni. Még mindig a webkamerára gyűjtünk, köszi, köszi. Reklámot hallottak. Na igen, én ezeket a kis nyugis párbajokat szerettem, mert most amúgy majd lesznek olyan felvételek amúgy, gyerekek, nem hiszitek el, az Antigír deckemmel a másik játékba lemértem, 42 perces meccsem volt majdnem. Legalábbis 35 percig számoltam, utána nem. Facecam keret? Van. TikTokon. OBS-ben nem tudok beállítani, pedig amúgy nem lenne rossz. Meg még számlálót is jelenleg szerkesztünk. Cuki róza. Jaj, a tegnapi Stumble Guys-ba is, hogy a legcsajosabb izét húztuk ki. Ez egy easy win amúgy. Nagy dolgokat nem mutattunk be. De a lényeg, hogy legyőztük a csajt. Párver, szívesen meghívok másokat is, ha engeditek DC-tekre, bedobom az IMP kódot, amikor játszok vele, mert mindig új kódot generál a multiba. Szerintem csinálunk egy olyan részt majd rajta, hogy itt hív játékra a másik mongoftákat, vagy hasonlót, és oda majd be lehet. Volt, aki már írta egyébként, hogy gondolkozik rajta, hogy lehetne olyan, hogy ő is jön velünk játszani. Mondtam, hogy először meg szeretnénk nézni Baxival, szóló világba, de utána lehet elkezdjük a multivilágot is még aznap. Attól függ, hogy lesz energiánk. Mennyire szippant be minket a játék. Aha, és akkor ilyenkor lehet az, hogy megcseréljük a cuccot, és mi leszünk a csaj. Megnézzük ezt a módot is, bár az ő pakliával nem tudok játszani. Legalábbis hát nem emlékszek annyira rá. Ez egy ilyen kártyás stratégiai játék lényegében, de van hozzá anime, 25 éves azt hiszem a Yu-Gi-Oh! Is most már, úgyhogy most már igazán retro. Ez a Gen X széria, itt a sztori az annyiról szólt, hogy már létezett a Yu-Gi-Oh! Kártyajáték, és bementek egy iskolába, és ott tanultak különböző szintű kártyázást. De amúgy mi jó már kártyázást tanultak, hát nem? Ilyen oktatás kellett volna nekünk is. Adtam volna. Hú, mondjuk várjál. Nekem milyen fúzióim vannak? Ja, igen ez. A Cyberblader, jó, arra emlékszek. Hát akkor jó kis Pot of Greed. Amúgy azt a Yugisoktól kérdezem, hogy nem tudjátok, hogy a Duel Masters-ben a Pot of Greed, ez a sima, miért nincs benne? Mert meg akartam venni, és nem találtam benne. Ez milyen retro ez is, a Scapegoat. Ez ugye négy barikát helyezel ide. Akik most írtak felvételit, azoknak a barikák most külön a kedvenc állatai idézőjelesen. Hallottam, hogy gondok voltak a barikával a matematika felvételén, vagy írásos cuccon, valami matek példán, úgyhogy le is helyeztem a barikákat. De hogy jól csináltam-e azt, ott mondjuk nem tudom. Régóta tiltva van a Pot of Greed. Igen, a Yu-Gi-Oh! Az végül is később jött, mert úgy volt, azt hiszem, hogy volt először ugye a Sailor Moon és a Dragon Ball egyszerre, utána jött az Inuyasha, amit mi itthon láttunk tévébe talán, utána egy csomó olyan, aminek nem lett akkora nagy hype-ja, majd jött a... Azt nem tudom, hogy a Beyblade vagy a Yu-Gi-Oh! A fiatalabb, de a Pokémon után jött a Digimon után jött talán a Beyblade és úgy a Yu-Gi-Oh! Vagy fordítva, mert tudom, hogy Beyblade-eztünk is sokat, tehát, hogy lövögettük kifele a cuccokat, és törtem össze hetente a Beyblade-em, és vettem újat a kínainál, de hogy a Yu-Gi-Oh! Az szerintem még a Beyblade után jött, mert deckeket is kaptam, persze akkor hamis deckeket, mert francia gondolta, de volt eredetim is, Fatertől kaptam. Pestről hozott annó. De ezt nem is tudtam, Villő. Akkor a Yu-Gi-Oh!-nak kell a végén lenni ebbe a sorrendbe talán. Jó van, barikát üti. Csak annyira, hogy nem szabad elhúzni a meccset, mint a többi játékoknál. Ezt használta anno az... Várjál? Once per turn, you can discard a card, target face up attack pozíció. Aha! Ledobok egy lényt, és akkor... Jó, végül is, de várjál!
Ez nekem miért jó? Jó, játsszuk ki őt. Mondjuk ott van egy, ami lehet trap hole is, na mindegy. Hát ha nem. Jaj. Aktiváljuk. Ledobom őt a temetőbe, hogy elpusztítsuk a Sparkman-t. Nagyon jó. Reméljük nem Call of Hunted lesz. Jó, ezt is felfordítjuk. És akkor megkezdjük a támadásainkat komoly 800 meg 1002-es támadó erővel. Ó, oh, bakker! Az visszalövi a kezembe, köszönjük. Jó, hát csak nem kétszer rakta le. És ugye ez meg támad, akkor 500-an megnöveli a saját támadó erejét, ez nem egy utolsó dolog. Egyelőre ezt leszetelem. És most meg fog halni a letett szörnyünk, szinte biztos. Aha, az baj. A sorrend tudomásom szerint 95 óta Pokémon, Yu-Gi-Oh, Beyblade és a Digimon. Ennyivel később jött volna? Várj csak, az a, amire nem emlékszek, hogyha én aktiválom a térfélzónát, akkor az övé ugye megszűnik. Ezt remélem, hogy jól emlékszem. Nem? Nem szűnik meg? Ó, hát akkor ezzel szüntetem meg. Hát jó, ezzel védekezünk, de hogy nem vagyunk a helyzet magaslatán jelenleg. Jó, hogy a barikák ott vannak. Legalább addig sem minket bánt idézőjelesen. Na. Azt mondja. Magic Hole Golem. Ezt se ismerem. Tele van olyan lapokkal, amiket nem ismerek. Viszont mondjuk ezzel tudok pusztítani. Aktiváljuk a képességét. Ezt ledobom. És elpusztítjuk az aviant. A gólemet leszetelem, mert nulla támadó ponttal nem feltétlen éri meg. Hát mondjuk fél, hogy a 800-as, 2000-es gólem. Kuribó! Szárnyas kuribó! Ez meglepett. Nem felesben megy, az ellenfél tudja. Ja, itt lefelezve megy a térfél. Jó, igen. Mi is mindkettőt lehet akkor használni. Az a baj egyelőre, hogy az Alexis pakliában nem látok nagy lapot. Jó. Ez mit csinál amúgy? Ráteszem a barikámra. Aktiválom a képességét a gólemnek. És nem csinált szart se. Ja, vagy de? Nem. Király, amikor nem értem a saját lapjaim. Ajajaj. Azt hittem megnöveli a képességem, de hát ez marha. Jó, ez instant vereség lesz, tehát hogy... Nem húztunk használható lapot egyelőre ebből a pakliból. Na, ott van a bejátszás. Mondtam, hogy emlékeztem, hogy vannak ilyen epic bejátszások. Szomorú, hogy nem nekem. Aha. Na, most kezdődik a dévírtás. De ez se, na, most meg ki tudom játszani. Előbb nem engedte. Hát, de mit adjak a kezembe ezt? ATK each monster opponent controls. Jaj, direkt be tudunk támadni vele, értem. Hát nem tudom, itt több pontot kapunk-e, hogyha többet vonunk le, de támadunk egyet direktbe. Csodás. Hát itt gyorsan végig kell zongorázni az alapdolgokat, hogy kapjunk rendes decket. Mert ez így nehéz. Au.
kemény 400 életponttal, szerintem nincs a pakliba olyan lap, ami itt megvédhet. Ezt is le fogják ütni amúgy. Feladni azért nem tervezem, feltétlen. Hát annak így sem működik a képessége. Aha, legalább kapunk akkor is cash-t, hogyha vesztünk, ezt jó tudni. Na, következő meccsünk. Akkor majd később próbálkozunk a második, először fussunk végig, hogy feloldjuk a dolgokat. Jaj, de utáltam őt. Itt igazából röviden, hogy értsétek a sztorit, olyan dolgok jelentek meg, akik el akarták foglalni a világot, stb. Így elszívják az emberek lelkét, meg hasonlók, és őket kellett lenyomni. És ez egy ilyen vulkános csávó volt, azt hiszem a titán. Azt hiszem, hogy kétszer is visszajött, de nem biztos. Bocsánat, rég láttam az animét. De szerettem ezeket a szálakat. Au, főleg, hogy volt vámpír deck is utána a második ellenség, azt hiszem. Au. Nem baj, a titánt elintézzük, gyerekek. Easy. Vagy nem. Jó, Mirror Force az mindig jó. Hőshívó ebbe a deckben nagyon jó. Letesszük védeni, és elvileg meg vagyunk. Három ezres, na azért. Ennyit arról, az elvileg megvagyunkról. Viszont a Mirror Force azt legalább tudjuk használni, így az ő támadó állásba lévő szörnyei pusztulnak el. Jelen esetben az az egy, akit visszahoz. Nem vagyunk a helyzet magaslatán ismét. Uh-huh. Várjál. Hát ezzel semmit nem tudok jelenleg kezdeni. Gyönyörű lett a térfél. Aktiváljuk a hőshívót. De hát ezzel most még csak minimálisan leszünk előnyben, mert meg fogunk dögleni. GX elején nem, hanem Jaden elkezdett barátokat szerezni, segíteni nekik, Zane elején nagy párbaj után van az, hogy ilyen... Igen, meg is lepődtem, hogy itt hol voltak a többi meccsek, nem sorba adja? Hát tudom, hogy volt egy csomó párbaj. Előtte. Most ezekkel a lényekkel mit csináljak? Tudok egy döntetlen csinálni, aminek semmi értelme. Hát azt hittem, hogy az alapdeckekkel könnyebb lesz nyerni, de hát tévedek. Szia, Sára! Jól vagyok, csak le vagyok döbbenve, hogy kegyetlen nehezek a meccsek így a semmi kezdetén.
De ezzel nem is tudok mit csinálni. Vagy toljuk először végig a simát. Hol látom, hogy megvan mindkettő? Itt nincs. Nyomjuk Yugi ellen egyet. És te hogy vagy, Sára? Én amúgy jól, csak... eléggé nehezen kezelhető pakli volt. Legalábbis nekem az ellenfélé. Pillanat, csak közben Janának válaszolok, aztán mindjárt itt vagyok. Na, itt vagyok. Na, hárpia pakli. Annyit mondtam Sárának amúgy, hogy el fogom mondani, hogy miről szól a Yu-Gi-Oh! Hát lényegében alapvetően ott kezdődik, hogy, hogy van ez a kártyajáték, amit játszanak bent, játszanak abban a világban, ahol élnek a srácok, és a fáraó szelleme az valahogy megszállja Yugit. Bocsánat a nagyon nagy Yu-Gi-Oh! Fanoktól, ha hülyén mondom, de engem csak a kártya része érdekelt, a sima DM-et végig sem néztem, csak a Párbaj sziget végéig, meg egy picit. Tehát, hogy a lényeg az, hogy kártyázással tudnak előre törni, különböző lapokat szereznek, közben összehaverkodnak, elmennek versenyekre. A második rész, amit meg előbb játszottam, ott pedig egy eleve párbajozó iskolába vannak, és a mindennapjaikat élik a diákok, és mellette az a konfliktus, meg a fő cselekmény, hogy párbajoznak, meg közben megtámadják a világot, stb. Stb. Nagyon lebutítva, röviden. Na, ez volt a kérdés, hogy hogy magyarázod el egy olyan embernek a Yu-Gi-Oh-t, aki soha nem látott belőle semmit. És amúgy jogos, mint ahogy a Pokémont is láttátok, hogy fogdossuk a pokékat, megyünk előre, szerzünk jelvényeket, lényegében itt is kb. Csak itt a meccsekkel. Szerzel lapokat, nem pokékat. Hát, ha ez valamit segített előre vinni. És minden kártyának különböző képessége van, van aminek nincs amúgy. Vannak varázslapok, azok zöldek, vannak a csapdalapok, azok rózsaszínes, lilás. Vannak az alapszörnyek, amit letehetsz támadó és védelmi pozícióba. Támadó, ha felfordítva rakod így, és védekező, hogyha lefordítva teszed oldalra. És vannak különböző fúziók, stb. De az jelenleg ebbe a pakliba most nincs. Viszont ezt valahogy ezzel le lehet hozni, csak nem tudom hogy. Harpy Lady on the Feld. Ja, hogy Harpy Lady kell, nekem Harpy Girl van, az nem jó. Az a baj, ezt leteszem, le fogják csapni, nem? Ő attól támadhat, tehát ebbe úgy működik a gyógyító fények kardja, amúgy ez alap azt tudja, hogy három körig nem lehet harcolni, de volt olyan Yu-Gi-Oh, amiben meg az működött, hogy ez én nem támadhattam, ő igen, a Mastersben meg azt hiszem egyikünk se. És akkor ott számolja a három kört jelenleg. Aha, ő támadhat. Ezt jól emlékeztem. Fergeteges. A teknős katapult. Hát itt is OP az ellenfél, maradjunk annyiba. Jó, hogyha a Birdface a temetőbe kerül, akkor hozhatok egy hárpiát. Helyes. Ő
Viszont a direkt támadások mennek, és addig megy egy párbaj, míg az életpontot, ezt a 8000-et le nem nullázod. De vannak 4000-es párbajok is. Aha, Harpia Dancer. De várjál, most lent van az, hogy kell a Harpia ide. Akkor ezt tudom aktiválni. És le tudom hozni a Harpia Lady Sisters-t. Hát csak ez még messze nem lesz elég ahhoz, hogy jó legyen. Nem vagyunk semmivel előrébb, csak lehoztam. Már tudom, miért előttem lenne a Master Duel-t, rendkész szerint a játékot feladjam, mert az ellenfél túl jó, még kis rangon is, de nem ad pontot a feladod. Igen, ott semmi pontot nem kapsz a feladásnál, arra emlékszem. De amúgy attól még nem kell feladni, hogy túl OP az ellenfél, én hagyom, hogy két kör alatt leverjen, és kész amúgy Pro Hangeri, ez fejbe dől el. Az R9-es Harpia Lady. Ledobtam, így akkor kihoztam őt. Az a baj, hogy a... igen, ezt is aktiválom. Ez ugye nyilván növeli a Harpiákat. Egyből 1700-1008. El kell pusztítanom egy lapot, hát akkor ezt. Na, és akkor 1800-assal le tudjuk nyomni a misztikus elfet. Ezzel pedig a kelta gárdistát, de a 3000-esével még mindig nem tudok mit csinálni. Mert én nem tudom, annyira nem fogtam ki hú de OP-kat, vagyis hát nem tudom, live-on kívül most nagyon sok győztes meccsem volt. Majd lesz videó belőle, pro. Hát az itteni benti deckek szépen fogalmazva is gagyik. Vagy hát nem jönnek jól. Na jó, hát akkor menjünk, nem cserélgetünk, hanem megyünk onnan, ahonnan megyünk ismét Yugival. Én meg úgy emlékszem, hogy ezt miért nem vittem ki, azért mert ennyire nem adja. Csinálj közben más, én csak akkor szoktam a Duel Masterrel játszani, közben nézem a filmet vagy valami, és mikor éppen én jövök, mert tényleg van olyan meccs, ami 10 percig az ellenfél pakolgat, addig nézem a filmet. Egyébként átérzem, hogy a lassúság az nagyon idegesítő benne. Leszeteljük a kőfejtőt, meg ezt. Olyanokat fogok ki, hogy vagy lopják a kártyáim, vagy csak megakadályozzák, hogy bármit csináljak. Van olyan is, de attól független az, hogy fogok ki, erős kifejezés lenne. 10-ből 1. Attól is függ, milyen rangon vagy. Ezt le tudtam tenni ilyenkor. Aranyrangod nincs ilyen izé szarakodás nálam. Hát ezzel még mindig nem vagyok előrébb. Őt is leszeteljük. Brainstorral azt hiszem át tudok venni ellenféletől, vagy 800 erősít. 800 életpontot kell elvegyek magamtól, azt hiszem. Egy Silver 4-en rohadt könnyen tovább mentem, akkor tényleg nagyon random lehet. Flippelünk hát, ha valami trap. Nem. Akkor azzal a lendülettel, figyeljétek, jön az animáció. A vörös szemű éjsárkány. Ja, várjál, most. Csodálatos volt. Az a baj, hogy a Master Duel túl pay to win, ha van sok pénzed, akkor több és jobb lapokat tudsz szerezni, ha nincs, akkor vergődhetsz a saját vermedben. Ezzel nagyon nem értek egyet, gamerfan, mert én egy forintot nem költöttem a játékra, és hogyha aktívan végigcsinálod a tanító rész alatti összes cuccot, egy csomó pontot ki lehet farmolni.
szumonálunk egy sötét varázslót azzal, hogy feláldozom az életpontom felét. Szia, Pati! Azzal a lendülette ott van. Oda nézé bejátszás Pati tiszteletére. Ez neked szót. És támadunk. És átadjuk a kört. Tehát, hogy gyakorlatilag én úgy léptem most is vissza a Duel Mastersbe, egy csomó költhető pénzem volt, és abból vettem random deckeket. Vagy deckeket is vettem, meg random paklikat. Tehát ez szerintem ad a játék az elején, és telefonon elkezdtem másik akról, hogy gyakoroljak, mikor időm van, és telón is tök jól haladok vele, Amazon paklihoz vettem, vagy 15 booster, tehát hogy lehet benne venni pénzköltés nélkül is. Azért nem annyira értettem, amit mondtok. Sőt, nem is kell boostert venni, hanem ugye a deck eladásnál be tudod váltani a pontjaidat, hogy lemásolod a lapot, vagy létrehozod, ezt Kiki mutatta nekem múltkor live után. Megtámadjuk vele. Ó, az viszont visszahoz lényt, így még nyer. A misztikus tomátó az háromszor, vagy kétszer tudja ugye magát így kihozni újra. Csak az a baj, hogy a hód harcos az nem fogja leütni, úgyhogy nyert még egy kört magának. El kellett volna brainezni. Na most már mindegy. Az mi is? Ja, levon mindkettőnktől 700-at. Feláldozzuk a sárkányunkat, hogy lehozzuk a koponyaszörnyet. Annak van vajon bejátszása? Nincs. Pedig amúgy jobban bírtam, mint a sötét varázslót, de kinek mi. Nagyon jó, és ott a win végre. Arcanának is elkentük a száját, vagyis hát neki még ma. New duel. Unlocked. Egy csomó cuccot csinál. De akkor a new decket azt csak ki lehet nyitogatni, vagy van külön deckvásárlós rész is. Várjál. És akkor utána jön a következő. Ez például nem világos. Hogy itt most hol van például a new deck, mert látod itt a kártyasobban még mindig csak ők vannak. Vagy valahol akkor vannak deckek? Csak hogy az ő lapjait is megnyithatom, ez lényegében annyit akar. Illetve hogyha itt a Battle Packnél veszek, ezt megtartom vagy visszaveszi a játék, azt nem tudod, gamer van. Hogy ezt csak a harcra kapom? Már ahhoz drága lenne. Paklikat úgy tudsz csinálni, hogy megkapod a receptjét, vagy csinál sajátot. Ja, hogy így kapsz receptet? Aha. Hogy mi kell hozzá, hogy összegyűjtsem, gondolom. Mert ez így jó hangzik, csak azért van egy ára. Visszaveszi, ha 5-ből kevesebb szer nyersz vele. Ó, akkor az nálam nem tudom, az nagyon random lenne. Aha. Az amúgy úgy annyira már nem izgalmas. Ja, és akkor itt lehet külön duelist challenge-ezni? Várjál. Van is zöld, hogy őket gondolom, akkor lenyomtam. Aha. Jó, tehát akkor itt a kampányon kívül lesz ez is. Jó. Na, megyünk tovább kerekes Joyval. Ezt jó tudni, akkor ott nem veszek. Vagy egyet bepróbáljak, de 5, várjál, 5-nél hogy van? 5-ből kevesebb szennyerek, akkor 5-ből 3-at meg kéne nyerjek. A statisztikám az nem amellett áll, hogy biztos sikerülne.
Jó kis rovaros pakli ellen. Aha, jó, ezek vannak, csak hogy lássam, hogy mire kell várni. Legyen ő. Egyből ezt akarja majd mindig aktiváltatni. Insektre változtatja a DNS-eket. Nem tudom, az neki miért jó, mármint nyilván, hogy insektjei vannak. Fú, de idegesítő, tényleg ebbe az volt idegesítő, hogy amikor használsz valamit, 5000-szer rákérdez, de biztos nem akarod? Biztos nem? Na, az lehozott egy ilyen Poke Ladybug-szerű valamit. Így már emlékszem, mi volt idegesítő benne. Most is, látod? És volt, amikor csak azért dühönbe elhasználtam, hogy ne kérdezgessen rá. Játszott vele, biztos megvan az érzés. Ott az idővarázsló, kedvenc lapom. Csomót használtam, mármint a valóságban is. Legyen ő. Nem, még nem használjuk, majd a következő körbe. Nyugalom. Megatakoljuk a pókot. Mondom, hogy idegesítő, nyugi. Kapott 1000 életpontot, már meghalt a pók, fergeteges. Ó, az a gubó, az fájdalmas. Nem! Mondom, nem! Ezt ki kéne kapcsolni, ha lehetne, egyet kértem volna ebbe a játékba, hogy kapcsolhassuk ki ezt az... Kérdezd meg állandóan, hogy használom-e majd. Ha akarom, akkor fogom. Amúgy most kell is, hogy lenyomjam a gubót, úgyhogy... Most pölö fogom! Nyugodjál már meg! Jó, ezt is lehozzuk. Tessék, ahanyas dobunk, annyival százal megnövi, legalább háromast kell dobjunk. Tökéletes. Így teljesüljön minden kívánságotok. 1800-sal lefordított lapot. Ú, az tud valamit, csak nem tudom mit. Felrobban, vagy valami ilyesmi, vagy nem. Jó, ez most egyelőre oks. Little Vingard, yes. Ja, hogy átfordítja magát devbe. Aha, jó, megvan a képessége. Egyszer egy körbe át tudja magát fordítani. Ez így nem fel ki ismered a paklimat. Ja, ez a paklid, neked is, a Joey is? Ez van meg. Őt letesszük. Jöhet a másik krokodil, a Snappy. Aligátor úr. Kardos aligátor. Azt se tudom, mit csinált von. Hát igen, itt azért chillesebbek, mint a Masterben, ott nem tudom, ott az egész zene meg minden jobban befolyásolja az idegeimet. Itt ilyen kis chillesen elkártyázgatunk kategória fut. Jó van, forduljál vissza, védjed magad, ninja. Hát a sarokba szorítottuk az elején, de azért, hogyha lehozza a motimot, az baj. Ja, hogy ezzel ad vissza életpontot. Erre van rá állva, lecserélem. Gyere, takarítsuk el onnan. Lejött ez a másik gyönyörűség, nézd meg, milyen cuki. Hát nem. Tiszta barátságos. Nagyon jó, még egy olyan genyót kaptunk. De arra nem hat, hehe. Elpusztult. 1004, meg 1005, meg 1008, és meg is vagyunk a Winnel. Jöhet a GG. Na, ez jó volt. Aha, és akkor challenge deckbe oda betette ezt a deckjét, látom. Azt nem tudom, kell-e hozzá csinálni.
Mime Control. Jaj, ezek az istenlapok, ezeket sose tudtam, hogy kell használni. Milyen gyönyörű fiatal úr, ember. Közben még nem tetted, akkor YouTube-on fejeld meg a lájkot, TikTokon pedig meg tudod fejelni folyamatosan. Köszi, köszi, egy szívleléssel vagy rózsával tudsz támogatni TikTokon belül, legyen most ez. Hát sose találom el a kőpapírollót, nem tudom ti, hogy vagytok vele a kőpapírollózással. A valóságban se szoktam amúgy eltalálni, csak mondom. Ó, ez jó. Leszórja a kártyákat és annyit kapsz a helyette, amennyi van a kezedbe. A hamban is olhatunk az ellenféltől. De ezekkel meg nem sok mindenre megyek jelenleg. Szórjunk! Kockáztassunk! Csak lesz egy Monster Rebornunk vagy valamink. Na, jó, a gyógyító fények kardja az már önmagában jó. Ezt is aktiválom. Ledobom őt a temetőbe. Meg őt. Így ő is ledobott kettőt, kaptam másik kettő lényt. Aktiválom a kardokat. Azt a két... Az mi ez? Pista bácsi megérkezett! Jó napot kívánok, Magi Sheldon vagyok. Jó, hogy megláttuk, már annak nagyon nagy támadó ereje, azt le se bírom győzni jelenleg. De úgy lényegében az olyan Pista bácsi is, de nem? Olyan picikét. Aktiváljuk. Na, egy lapját kibanisoltuk, négy körig. Itt most minden ilyen időszámításos dolog. Nem mondhatni, hogy időszámításunk előtt, csak ezekkel meg nem vagyok kisegítve. A mágnesekkel. Túl erős a Józsi bácsi, vagy Pista bácsi, vagy minek mondtam. Pistából Józsi. Szia, Emi, ezer éve nem láttalak. Minden fain amúgy. Yu-Gi-Oh! Nincs meg. Mármint, hogy azért ez is olyan, mint a Pokémon, meg ilyenek, tehát hogy kb. Hasonló. Csak múltkor néztük a Duel Masters, a modernebb verziót, ez meg a kevésbé modern, csak jelenleg nem tudok ezekkel mit csinálni. Most story módba haladunk előre. Addig áttesszük devbe. Jól vagyok amúgy, köszönöm. Most ilyen chillesebb játékok lesznek, 4 óra körül lesz kajaszünet, és akkor utána pedig unite-ozunk egyet. Hát eddig tartott a védelmem. Jó, ezzel le tudok fogni egy szörnyét, amíg ez a pályán marad. Ezt átrakjuk. Ezt is. Leszeteljük. Azt a pici lényét le tudjuk ütni. Mondom, le tud... Nem tudok támadni? Miért? Nem tudok támadni, bakker? Akkor mégse támadunk. Ha most már majd tudok. Ez kicentiszte. Nem fogom le, nem. Most visszakapja a kibanisolt lapját. És te hogy vagy, Emi? Mesélj te is. Na, 2000-es kaméleon jellegű, azt viszont lefogjuk. Ne támadjon az nekem. Yu-Gi-Oh! Megvan, hogy minden nekem bonyolult egy kicsit. Igazából nekem is, tehát a legtöbb pakli az nekem is ilyen, mintha kínai lenne, pedig japán. De hogy attól függetlenül meg szeretem, meg hát ugye én a való életben is Yu-Gi-Oh-oztam sokat, meg van egy csomó deckem, meg vagy millió forintot érő lapgyűjteményem, csak valamikor találnom kell embert, aki megveszi, majd lehet külföldre. De én szerettem. Tehát a Poké is, meg a Yu-Gi-Oh is nekem egy ilyen örök kedvenc marad. De így, hogy nem jönnek a lapok, így azért gyorsan megváltozik a véleményem. Nem tudok mit csinálni a farkassal.
Ugye a fő lényeg, hogy le kell nullázni az életpontját, és vannak szörnyek, varázslatok, csapdák, de ez így még önmagában még mindig túl könnyűnek tűnik, meg kevés. Most azért bátormál miatt nem támadhatok. Na, a Kuribó az jó. A Kuribó az a Yu-Gi-Oh! Pikachu-ja. Lényegében. Támadni még mindig nem tudok, ugye azt hiszem, amiatt. Úgyhogy igazából csak átadjuk a kört. Majd most az elpusztul. Annyira nem rossz kezdenek a Speed Duel-t ajánlom, ami az alapokat lehet tanulni. Hát a való életben a Speed Duel paklik, igen, de mi a Duel Links-es Speed Duel, a háromlapos Yu-Gi-Oh! Az meg nem fedi a valóságot, de valóban a Speed Duel az ilyen nagyon retro deckek, legalábbis én úgy fogalmaztam meg. Még annó akkor hagytam abba, amikor bejött a Speed Duel, azt hiszem az első kettő deck még megvan. Hát nem hiszem el megint ott a Pista bácsi, vagy Józsi bátyám. De amúgy igen. Hát elég igazából egy vagy két decket kitanulni, hogyha magadnak rakod össze, csak ugye a kampánymódba játszunk, hogy tudjunk szerezni. Ott a Isten. Az egy Isten lap. Végünk van. Eddig tartott az elhúzás. Arra nem hiszem, hogy hat a Mirror Force. Meg lennék lepődve. Hat rá! Most lesokkolt! Én jól vagyok, köszönöm, itt már 10 óra múlt, úgyhogy lassan megyek aludni. Az kemény. Jó, cseréljünk lapokat, mert ennek nem látom értelmét, hogy a farkas meg a kuribót őrizgettem. Ez jó, mert mondjuk ezzel vissza tudtam volna most 4000-et sebezni neki. Ez meg maradjon így. Ja, a varázslapok nem hatnak rá. Na, erre nem emlékeztem. Ajaj, mi lesz az? Még egy ilyen béka, kaméleon jellegű dolog. És akkor sebezd le magad, fiam. Bam! Magic Cylinder. Visszaverte a támadás lényegébe. Az megint nem tudom mi. Aha. Ezt leteszem, hogy mintha csapda lenne, és azt hiszem most kezdődik az el, hogy Dave átmegy védekező pozícióba. Összehúzom magam. És fárasztó napod volt amúgy, ma Emi. Ó, az vissza tudja hozni a Józsi bácsit. Aha. És kap egy kártyát is. Érdekes deck amúgy, az övé. Aktiváljuk. Ledobjunk két lapot a temetőbe, ő is, és kapok másik kettőt. Hát a defúziót még nem nagyon kellett használnom, de a kardoknak kifejezetten örülök. Nyerek még három kört. Ja, és akkor is veszít az ellenfél, ha elfogy a paklia. Én most arra játszok. Megnézed, ahogy megnyered? Nagyon magabiztosnak tűnsz, de azért fogadni ne fogadj rám. Végülis a 9 körig el tudnám húzni. Na várjál, most én ezt kijátszom. Húzok 3 lapot, 13-ból 3, az 10, akkor még egy lap előnyben vagyok, úgyhogy mehet. Muszáj voltam egyet számolni. Szörnyekre szükségem lesz. Ez mit tud? If your monsters inflicts battle, send top card deck to... Aha, ezt lerakom. Ő mit tud? Destroy face-up spells. És 500 damage. 500 damage-et azt most elengedem. Helyette bevédjük magunkat. Letesszük a zombit is. Ez most csak arra fog menni, hogy elhúzom a meccset. Yes. Aktiváljuk is a zombit. Ott a polimeriz... Na kellett nekem a defúziót ledobnom a temetőbe. Ott az egyesítés. Csodálatos 2200-as lény. Viszont onnantól kettő lényekkel tudja leszedni, hogy eltűnik innen a kardom. Páliával játszol? Na, akkor az úgy látom bejött neked. Majd én a Palworld-öt nézem meg Baxival vasárnap. Aztán, ha tetszik, akkor nyilván sok live lesz belőle. Van közösségi mód része is. Ezzel el tudok pusztítani egy izét, ez most úgy is elpusztulna, nem?
Ja nem lövöm el. Á, nem tudom, a 7 kört ki tudok-e sakkozni. Ez mindent eltöröl? Ja, visszaadja a kézbe. Aktiváljuk. Ígyni. Mondjuk ez egy miért volt ez nekem jó, azt még nem tudom. Mert innentől jön az, hogy 7 körig el kéne húznom a meccset. És van kettő szörnye, egy körbe leszed kettőt, másik kör a másik kettő. Hát ez nagyon lutri, hogy ki tudom-e sakkozni, gyerekek. Majd most eldől. És még ledobott egy szörnyet, az baj. Folyamatosan kérdezgeti, csak azért fogom benyomni amúgy. Szia Áron! Én csak most értem, ide nem küldött értesítést valamiért. Nem tudom miért, pedig megy TikTokon is amúgy, egyik se küldött. Nézd meg, hogy a csengő be van-e pipálva. Hát most hátrányban vagyunk, nem picit. Pár videót láttam, pár videót, nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked tetszeni fog-e. Én is. És nem tudok dobni lényt. Köszi Áron. Senkinek nem küldött, akkor mindjárt kiteszem Instára, vagy nem tudom kitesz, vagy akkor... De a DC se jelzett, mert a DC-nek kéne, az új DC-nek jeleznie. Azért vagyok meglepődve. Hát most leszünk bajba, mert leüti a kelt a gárdistát. Nem tudom, mit kéne húzni, hogy meglegyen. DC se küldött. Szomorú. Na akkor majd ezután a meccs után bedobom, hogy gyerekek, megyünk. Jó, hát nem tudok mit csinálni, gyerekek, ez... Emény nem lesz meg a win, mert most kinyír. Nem tudok dobni lényt. Mind a kettő sok csillagos. Hát ez egy majdnem meg lett, csak pont nem. Ja, hogy addig leállítja, akkor megvárom, míg kikapunk. Ez szomorú. Hát ahogy egyelőre a Duel Masters mellé teszem le a... vagy a Master Duel mellé teszem le a voksom a két játékból. Na akkor kis pillanat. De azért köszi, hogy megvártad. Mondanám, hogy vár még, amíg nyerek, de... de nem biztos, hogy az célra vezet. Akkor gyorsan kiteszem Discordra. Elvileg nem ment értesítő. Küldöm, már megy. Több mint egy órája. Szed. Szed sztori, gyerekek. De akkor néha így be kell nyomogassam, nem tudom. De meg nem tudom még kik nem jöttek át a régi DC-ről pölö. Hát itt eddig jutottunk. Addig kell ugyanaz ellen, ameddig nem tudsz tovább jutni, de itt előbb meg ez ellen kaptunk ki. Figyelj, megnézzük, hát ha behozod a szerencsénket. Megyünk ez ellen. Egyszerre tudod az összes szériát játszani igazából. De igen, amíg nem nyersz, addig nem enged tovább. Paklit építeni meg még nem tudok, annyira kevés használhatatlan lapom van.
Vagy használható, bocsánat, használhatatlan, az sok van. Na, ez pedig ilyen fúziókra alapszik ez a deck. Mutatnám, őket tudjuk megcsinálni, úgyhogy, ja. Mirror Force az egy jó lap, az ellenfél mikor támad, visszaveri és ő pusztul el. Ezzel kihozhatok egy 4 vagy egy és 4 közötti csillagos szörnyet. Ezzel, ha eldobok a kezemből valamit, a temetőből visszahozok. Halimarianájt, és szia Kej, hogy vagytok, de jó látni újra titeket. Hát amúgy végül is akkor a Clydement azt kihozhatjuk ezzel. Csak tudjuk, hogy ő meg erős lesz, úgyhogy mindenképp majd egy polimerizáló lap kellene. Ezt leszeteljük védelmi pozícióba. Ma már elmondtam, kell ma YouTube-on nézd vissza. De múltkor is voltam úgy Yu-Gi-Oh, csak ez másik játékmód, másik játék, csak ez nehezebb jelenleg. Szépen megint megcsúnyította a pályát. Jaja. Na! Ez ilyen emergency cucc, ez mit tud? Várjál. Aha. Ez hasznos volt, mert ez adott nekem életpontot, arra emlékszek régről. Ja, hogy amit kiválasztok és ledobom, ahelyett kapok életpontot. Hát ez nem volt a legokosabb döntés. Mondjuk úgy. De volt már olyan live, hogy LEGO Fortnite játszottál? Volt kettő is szerint. Hát egy biztos, hogy volt, aztán volt szerintem. Most valamit nagyon kombózgat. Részgém lenne. Nekem is, mert nem ismerem a legtöbb paklit, amit meg is, meg szerencsém múlik. Na most meg lesz a fúzió, gyerekek, kijött. Most az a kérdés, hogy a villámcsávót lenne értelmesebb, kettő, vagy pedig ugye az Elemental Hero Wingman-t. Kedves Yu-Gi-Oh-s barátainkat kérdezem a chaten, hogy ti melyiket csinálnátok meg, a Wingman-t, vagy pedig a Thunder Giant-et? Mert mindkettőt meg tudjuk, csak kérdés, hogy jelen esetben melyik a hasznosabb. A játékmenet ismerős neked, aha. Volt már régen, meg ugye régen valós Yu-Gi-Oh kártyát csináltunk nyitásokba. Wingman, oké. Okay. A felé hajlok én is. Egy ilyen felerősített vámpírgenyó. Meg egy lefordított lap. Meg másik három. De ő miért nem kapott bejátszást, pedig annyira szép? Tehettem volna amúgy oda is. Jó, hát ezt le tudjuk ütni. És még sebzünk rá is. És ezzel majd még vissza tudni. Ja, nem, a temetőbe kell ledobni tényleg. Nem szóltam semmit. És köszi a lájkokat, aki átjött. Wingman, ha leüti az ellenfél szörnyét, plusz ATK-t okoz, és őt is lesebzi. Na igen, mondjuk az egy nem utolsó dolog. Na, akkor most a másik polimerizáló lapot ledobjuk, hogy visszahozzuk őt támadó állásba. De előtte a Clydement felfordítjuk, minden sebzés. Meg hát, ha lett volna egy trap hole, mondjuk az 1000 alatti lényeknél nem hat. Na, kezdjük akkor vele, megtámadjuk a lefordított lapot, ami miután elpusztult, kapott 300 sebzést, a Clyde menne 800-at, vagy 800-at lett volna, de emiatt csak 500 lett, és visszahozott egy lényt, viszont azt már vele nem tudjuk a Bursting Atrix-szal lenyomni, úgyhogy átadjuk a kört. A térfélnek köszönhetően hozott egy lapot. Hát, ha most ez meg lesz, akkor örülünk. Az nem tudom megint milyen varázslap. Hely! Ellopta az én izémet. Varázslapom egy pillanatra. Mocsok. Tolvaj.
Na ez az, Elemental Hero Blade, mi is a neve? Blade Edge, júj, jó, lehozzuk már nagy. Szép napot, es! Úgy, őket feláldozván, oda, őnek is sincs bejátszás, szomorú. Na, 2006-os helyett ugye még továbbra is vele ütjük az ellenfelet. Kell az az extra 300 sebzés, és akkor 2600 direktbe a titán pofájába. Nagyon szép. Átadjuk a kört. És azzal a lendülettel ő jön. Megint lepakolt valamit. Lerakta a tarisznyáját. Ez az Mirror Force. Én már ott tartok, hogy a menyét ellen párbajozok. Aki Red Eyes-t használ. Jaj, az genyó. Emlékszek rá. Ja nem, várjál. Kell a sebzés, nyugalom játék. Úgy, azzal. Meddig nagy defű szörnyet nem láttunk nála. És akkor, ha minden jól megy, egy köre van hátra. Bár a Yu-Gi-Oh-ba sose lehet ezt kijelenteni, srácok, mert volt, hogy 50 életpontról fordított valaki, addig lefelezgette magát. De úgy látom, hogy a titán az meg lesz. Na látod, Emi, igazad lett, meg is van a win, jöhet a GG. Lenyomtuk a titánt, mindenki meg van lepődve és örülünk. Folytatódhat a sztori. Mondjuk eléggé tényleg össze-vissza adja, hogy itt már beadta a sztorit. Itt most kivel vagyunk? Zén. Edgement, akarom mondani, Blade Edge sebez akkor is, ha védelmi állásban van a szörny. Na, ezt mondjuk jól tudni, ezt elfelejtettem. Júj! Nagyon jó Cyber Dragon deckkel leszünk. Azt se játszottam sokszor. De majd a LEGO Fortnite-ben lesz Legendary Rarity. Igazából a LEGO Fortnite-ot addig játszottam Áron, amíg meglettek a küldik, hogy kapjak érte szintet. Annyira mozgatott meg. De azt kihasználtam legalább. Már egyből tudok fúziózni? Hát akkor fúziózzunk. A két Cyber Dragont összegyúrom. És a két fejű Cyber Dragont lehozzuk támadó pozícióba. Tökéletes kezdés. Ezeket a Cyber Dragonokat nem ismerem. Nem baj, lerakjuk támadó állásba. Na, hát ez jó. Mi addig csináltuk, amíg az összes küldi meg lett, addig játszottunk live-on kívül. Hát azt pont nem tudom így levinni. Sad story. Ezt még aktiválom szerintem. Adhatok egy light machine-t a deckből a kezembe. Jelölhetek, visszakeverhetek deckbe. Jó, adjunk egyet a kezembe. Mondjuk nem tudom melyik éri meg, de legyen a Zwei. Ez ilyen németes sárkány deck. Én jól vagyok, Sára, nem hallottad, amikor mondtam először? Egy csomót meséltem. Jó, hogy nem hallott. Sára, végig mondtam, hogy mi a Yu-Gi-Oh! Az előbb. Egy órája. Vagy akkor csak köszöntél? Sírok. Na figyeljetek, akkor gyors Yu-Gi-Oh! Összefoglaló újra. Tehát, addig megváratjuk a gépet, mivel NPC úgyse érdekli. Nem kell mondanod még egyszer, majd nézd vissza amúgy. Igen. Ezzel viszont le tudjuk ütni elméletileg, ha csak nem használna valamit. Az úgy kemény lap. Atakoljuk le ezt először. Hey!
Na ezt nem tudtam, hogy ez tudja. Elpusztította a lényeimet és besebzett egy rohadt nagyot. Az igen, na az egy jó lap volt, gyerekek. Nem is értettem, miért nem volt hang. Van hang, elvileg remélem. Ezt én se tudom. Hát ez már ilyenkor, mint halottnak a csók. Jó, hát leszetelünk egyet. Na de neked milyen napod volt, Sára? Mesélj. Jaj, haci. Hát igen, ezt meg kell akadályozni, hogy ezt a sárkányt le tudja dobni. És akkor meg amúgy meg vagyunk. Nekifutunk még egyszer. Mert amúgy meg lett volna. Legalábbis úgy látszott. Hú, amúgy múltkor valaki a Cyber Dragon tök jól kezelte, nem emlékszek melyik őtök volt. Oké, kikeresünk egy polimerizáló lapot. De még ezzel nem megyünk semmit. If only your opponent controls monster. Aha, hogyha csak ő dob le, akkor használ, akkor lehívhatom, akkor most nem dobok le semmit. Lehet te voltál gamer fan. Hát ha használtál Cyber Dragon decket. Na most van egy izéje, akkor majd én most lehívhatom ezt, ugye? Hogy tanuljuk a paklit legalább. Speciálba lehozom. Kis Cyber Dragont. És hogy utána melyik jó, azt nem tudom. Hát, hozzuk le őt. Leütjük az 1002-es lapját, 1002-vel pedig betámadunk direktbe. És átadjuk a kört a végén. Köszi a kérdést, igazából jó napom volt a töri felelésen kívül, sajnos a töri nem az én asztalom. Te feleltél és nem sikerült jól. Na, ő is fúziózik, az baj. Kaptok egy... Ja, ennél nincs... Ó, mindig elfelejtem, hogy nincs bejátszás, pedig ez annyira ikonikus lap. Most egy temetőbe került, tud valamit. Kaptam egy Cyber Dragon, tökéletes. Már csak egy harmadik kéne, és akkor meg lenne az endes dolog. Vagy megint tudok két fejűt, az is több a nullánál. Feláldozzuk a két Cyber Dragont, hogy összegyúrjuk. Én feleltem, háromas lett, túl sok évszám és történés. Ja, megértem. Évszámokat sose tudtam, azért voltam, volt, hogy négyes. Kis hernyó. Ja igen, a második fél év az már annyira nem volt fontos, értem. Aha, emlékszek, az elsőt kellett nagyon megtolni. Mindjárt olvasom, pro. Na itt a harmadik dragon, csak ilyenkor már tök mindegy. Na mondjuk ne aprózzuk el, vagy de. Jó van, dobjuk le őt is. Na ő neki van ez, hogy ezt kihozza. Hozzunk innen egy ilyet.
Azt majd következőbe. És még van egy ötletem. Na, megint egy ellenfelet kaptam, aki nem hagyott bármit csinálni, 5 percig húzta az időt saját körébe, és még reportolni se lehet az ilyet. De mi az, hogy húzta az időt? Hogy érezted, hogy direkt nem megy tovább? Na igen, az meg a másik, hogy még bőven van időd javítani. Na most kockáztatunk egyet. Lehozzuk a másik Cyber Dragonunkat. Ezt beaktiváljuk. Hogy csinálunk még egy ilyet. Nekem is a kombózás jutott eszembe. 5 percig el lehet kombózni, pro. Ja, hát az még nem időhúzás. Az az időhúzás, ha nem csinál semmit. És elméletileg, ha ezzel leütjük, akkor az 5006-os sárkánya meg lennénk. De nem ár, hogy most hozza megint azt a dögöt! Hát ez mi volt már megint? Milyen autós játékkal játszottál már? Gran Turismo, Crazy Taxi, Need for Speed-ek, hát nyilván a Forti autós, akkor... hát ez jó kérdés, volt egy jó pár. Hát megint az utolsó körbe cseszte fel az agyam amúgy. Sad story. Figyelj! Átmegyünk a másikba. Megnyitom a másik Yu-Gi-Oh-t. Egy kis pillanat. Nem akarom elhinni a ProHangerinek, hogy ennyit nyűglődik őszintén. Tehát, hogy azért annyira hosszú meccsek nincsenek benne. Meg akkor már játszhatunk megint egyet-egyet. Tehát az, hogy 5 percig kombózik, az még végül is valami, de tény, hogy dühítő tud lenni. Tehát gyorsan átugrunk a másikba. A kettőből kéne dönteni, nem tudom ki volt múltkor, aki azt írt, hogy ez a jobb, ízlések és pofonok, szerintem messze jobban lehet haladni a Master Duelbe. Meg saját paklit berakni. Na, azzal a lendülettel ott is vagyunk. Csak visszaadom a hangot, mert itt meg levettem. A lenti rész voltam én amúgy. Ez jogos kérdés amúgy. Visszaadjuk a hangot. Így. Tehát nézd meg, hogy mennyit haladtam ebbe pölő. Már itt tartok, 8650. Megyek egy-egy meccset, hogy mutassam, de lehet, hogy most is lose lesz, mert van olyan, de hogy szerintem azért, nem tudom, hogy ebben játszol-e egyáltalán pro, vagy itt nem. Hogy ebben a módban-e. A lenti sáv vagyok. Na, ez nem egy olyan vészesen rossz. Szia, Kiki! Küldöm a kártyák erejét. Küldjed, mert a másik játék az annyira idegörlő volt, hogy mondom, jöjjünk át. Múltkor csináltam egy olyan jó kombót, Kiki. Ha sikerül, megcsinálnom, megmutatom. Ha nem, akkor majd live-on kívül elmondom neked. Nem tudom, milyen van a másiknak. Aktiváljuk a Viper-nek a képességét. Amit valószínűleg lemaxcéz. Nálam majdnem mindent maxcéznek amúgy. Kihozzuk a kiskutyát a kezünkbe. Így van.
24 órásban lesz Kiki és Dark Match is jön ebbe a módba. Remélem nem baj, ha ilyen random kérdéseket teszek fel, Xbox vagy PlayStation, nyugodtan, Xboxos. Hát ez nehéz, na várjál, ez nehéz. Már azt hittem venni akarsz nekem már egy Xbox vagy PlayStation, viccelek. Hát amúgy azért nehéz, mert alapból PS1-en volt leghamarabb, a PS2-t nem szerettem, utána Xboxunk volt, a régi retro Xbox, azt szerettem, meg az Xbox 360-at is szerettem, úgyhogy Xbox. De csak emiatt, kötődés miatt aktiválom a kiskutyámat, lehozzuk, cuki kiskutya, lehet simizni, 600-at sebez, utána aktiválom, vagy a Viver-nek, ja, nincs képessége, aktiválom a képességét, hogy fúziólapként működik, így akár egy 4500-as hatalmas gólemet is létre tudunk hozni. Úgyhogy kiválasszuk az itteni lényeket. És lehozzuk támadó pozícióba a hatalmas gólemet. A gólem mögé azért lerakjuk a Mirror Force védelemnek. És akkor indulhat a battle. 4500 azonnal az arcába. 1000 is. És ő jön. Ha gazdag lennék, vennék neked is, de sajnos nem vagyok. Hát ez ilyen. Én is ezt úgy ezt tudom elmondani, én is vennék mindenkinek, ha milliómos lennék, multimilliómos, de nem vagyok. Mi újság amúgy, Kiki? És feladta, tehát látod, Pro, igazából, én nem tudom, én ezzel a paklival eléggé sikereket megyek, csak múltkori live-ban nagyon pehes voltam. De legalább most ez pozitív volt, hogy egy győzelmet tudtam bemutatni. Aztán megyünk egy normált is, hogy nézzük meg, hogy itt az aranyrangnál lesz-e csak nagy szívás. Mondjuk pont vissza fogok esni, mert azt hiszem volt annyi buktám, hogyha most elbukom, leesek egy szintet, de egy kockázatot megér. Hazafelé tartok kicsit korcsolyázva, annyira fagyos. Vigyázzatok magatokra a hazaúton. Na. Kezdek én. Na ez egy szarkéz, mert nincsen benne lény. Tehát most ez pont egy szarkéz. Csak azért leszetelem, hogy hagyj higgye azt, hogy csapda. Tehát nagyon múlik a húzón is. Van kedvenc cipőmárkád? Nincs. Nem vagyok ilyen nagy cipősös. Most már itt tudja, hogy antigíres vagyok. Skystriker pakli. Annak is volt egy szép ára, amikor Skystrikereket nyitogattunk. Nem ismerem a paklit, de emlékszek rá. Az, hogy mit tud. Link Kagari. Kedvenc cipőmárka, amelyik jó a lábamon. Én úgy vagyok vele, hogy mi nem szorít. Na, azt is pusztítsd el, úgy van. Mindent elpusztítod, de még nem volt antigír a temetőben, mert lényem nincs. Nem jött be az átverem taktika. Mert értem, hogy a Pro Hungerit nyilván ez zavarja, hogy ilyenkor várni kell, de hát azért ez még nem olyan vészes. Lecserélte rá, támad, boom. Jó, mondjuk az jó, hogy dobálja ki, mert legalább max innen feltámasztok valamit, hogyha másom nincs. De ez mind 1500-ös. Na most, amit lehoz, az nem. Vagy de? De. Kedvenc játék? Ez jó kérdés. Kategóriánként se tudnék választani szerintem. Mert legalább reagálunk rá. Nyilván legjobban online a Fortit szeretem veletek játszani, ez nem titok. De megint nem jött szörny. De például live-on kívül nyilván Yu-Gi-Oh-zni is szoktam, amit szeretek. Hali újra Julcsi. Plusz például a Pokémon Go-t is megjelenés óta játszom, pedig nem ma jelent meg.
Ezt visszahozzuk. Ellopom a szörnyét, gyerekek, ha hagyja. Hát gondoltam, hogy nem hagyja. Feláldozta a 4000 életpontját, hogy hatástalanítja a varázslat. Hatástalanítsa a varázslatom. Feljött az úriember, és azt mondta nem. Hát ez szed. Ezt lefordítjuk, és bízunk benne, hogy nem csinál ki. Köszi a válaszokat, mennem kell, további szép napot. De jó, szívesen bármikor válaszolok random kérdésekre, úgyhogy neked is szép napot. Aztán még ne felejtjétek, hogy délután még lesz egy Pokémon Unite, ahol ti is tudtok jönni játszani. Itt meg ezután megyek még egy random kört, és akkor utána akár gamerfan, hogyha tudsz jönni, mehetünk egyet, meg Pro Hungary veled is. Azt is elpusztítja, gondoltam, mindent elpusztít, amit lát. Hú, most már 1008-as a kagaria. Addig, ameddig várakozunk, gyerekek, nyomjuk meg a lájkokat. A Legacy-ban nincs paklim, úgyhogy ebbe. Legacy az ilyen megnéztük kategória, de nem érzem, hogy nagyon lehet benne haladni. Csak benéztem, mi a helyzet, mivel jelenleg nem vagyok otthon. Oksi. Lesz még délután live, úgyhogy az estig lesz, ha minden igaz. Csak közben majd lesz egy kajaszünetem. Meg át kell állni, mert ugye a Switchről megy. Az már nem lesz TikTokon, mert TikTokon nem tudom a Switchet egyelőre tolni, úgyhogy ez csak YouTube-on lesz. Úgyhogy aki TikTokon van, az mindenki iratkozzon fel YouTube-on a Mongoofta Family csatornára, írjátok be, hogy Mongoofta Family, mert ott leszünk. Na, jókor jön az antik gear dobozom, hozzá tudok adni maximum 1000-et, ami kevés, úgyhogy erre mondják azt, hogy game over. Oxygen. Na, de ez például itt tök gyorsan lemegy. Hát így főleg levillámozta. Na és ilyenkor nem adom fel pro pont azért, hogy kapjak valamennyi pontot. Én inkább kivárom, lehet, hogy te ilyenkor már dühödbe benyomod a feladást, én azt tudom elképzelni. Nekem még nyugodtan hadd szenvedjem. Én úgy vagyok vele. Így is úgy is leszedi. Ilyenkor addig tudok válaszolgatni, meg ilyenek. Ebben azért, hogy ilyenkor más szoktam nyilván csinálni én is. Tehát, hogy amikor ennyire eljátszadozik, addig én nézek filmet a másik képernyőn, meg ilyenek. Megvárom, azt átveszem a pontokat. Igazából ennyi. És nézd meg, lett még egy köröm, nem már. Azt hittem, hogy most kicsinálom úgy. Meg vagyok lepve. Ja, de kicsinál, jó. Már tényleg meglepődtem volna. Még valami kombón gondolkozik. Na. Volt egy lose, meg volt egy winünk is. Pont semmit nem kaptam, de nem estem vissza. Még itt megyünk egyet. Aztán utána akkor megyek veletek. Na, én legyek a második, azt szeretnék. Hát legyen. Ez most nem tűnik olyan rossz kéznek amúgy. Nézzük meg, ő mivel játszik. Ebből még nem tudom, viszont ebből már igen. Jaj, ez a sushi pakli!
aki kajás, meg szereti a kaját, annak vicces, de ez ilyen susikat fog pakolgatni. A két susiból csinál egy hajót. Hát azért az erős kezdés, azt mondom. Ezt leszetelem. Lehozzuk az anti-gear huntingot támadóállásba. Levonta a 600-at, aktiválom a képességét, azért használom varázslapként. Max cézik, de elvileg az nem hat rám, ha jól emlékszem. Így van, meg tudom csinálni a nagy lényemet. Azzal a lendülettel támadó pozícióba lehelyezzük az Antique Gear Giant-et, akihez aktiváljuk ezt a varázslapot, a gear tankot, 600-zal megnöveljük, ugye? Nem, 600-at bukik az ellenfél, hogyha a Giant-el lesz valami. Hogyha elpusztul. De nem, reméljük nem pusztulunk el. Hanem mi támadunk, méghozzá a hajóra. Így az el is pusztult. Ezt csak azért lefordítom, hogy ráijesszek. Hát, ha azt hiszi, hogy csapda, és átadom a kört. Hali itt is es. Na most pakolgatja a sushiait. Válasszak egyet. Legyen ez. Másikat nem ismerem. Oh, destroy all opponent. Pusztulunk. Nem, a lenti sávot. Ezért 600-as sérül. Na most lehozta azokat a lényeket. És indulnak a kombinációk. Amúgy. Felnövelte 5-ösre, akkor valami nagyszintű szörnyet akar ledobni, ami 10 csillagos is lehet. Mondjuk mi se vagyunk kevés csillagosak. 2, 4, 6, 8, 10. Igen, mi is 10-ek vagyunk. Csak kérdés, hogy mit hoz le? Az mi nagy kajahajó újra, csak az nem tudom mit tud. Hát ez nem a Titanic. Zene fokozódik. Letette ezt a sushi cuccot. Valaki még sushit kért? Az egy másik fajta sushi hajó. Vicces ez a pakli. Sushi szállító hajók. Hát kinek mi? A végére megkívánom a sushit. Ja, igen, ez meg így akkor erősíti őket. Szia Alex, 1-2, Mizu. Még annyira nincs gond. Még nem erősebbek a gólemnél. Vagy Giantnél. De nagyon izéli. Ez most mit szeretne? Írjak be egy kártya nevet. De...
Hát mit írjak be neki? Ez most micsoda, gyerekek? Nem értem. Tessék. Még én írkáljak a pakliára. Mi ez az új módszer amúgy? Ezzel nem, még nem, nem játszottam. Minden rendben van, Alex. Nyilván mindjárt csinál valami nagyon nagy kombót. Ó, de jó néznek ki ezek a susik. Isten lap vége, kikaptunk. Jó, mondjuk még erősebb vagyok, mint ő. Érdekes ez sushi pakli. Nem is tudom hova tenni. Jó, 20-at egy lapot. Feláldoz két szörnyet a konyárt. Direkt bemehet akkor így is. Nem. Most mit csinál velem? Ezt mondtad, aha. Hát meg is csinálta az áldozás, az baj. Hát ha nekem ez nem a Monster Reborn, akkor bukta. Hát konkrétan kimaxolta a lehetőségeit. Ez szép volt tőle. Nem, egy rossz pakli, azt kell mondjam. Messze nem rossz. Talán még így egy kört nyerek, de nem biztos. Ó, nem. Vége. Na és ilyenkor is nem nyomom ki, hanem hagyom végignézni. Nyilván. Pedig már tudom, hogy itt vége. Vagyis hát van rá esély. Még több sushi. Amúgy jó ez a pakli. Ja, hogy ez a direktbe mehet, akkor meg teljes K.O. Hiába. Aha, azt is elpusztította. Szép. Legalább majdnem a fele meg volt. Yeah, 50 pontot kaptam! Jó, mondjuk a nullánál teljesen jó. Sokkal jobb. És akkor utána itt ki tudjuk venni ezeket is. Tehát ezt mondom, hogyha ezeket végigcsináljátok, azért lehet benne farmolni pénzt. Én múltkor nulláztam le magam, és megint 2500-an van. Meg ugye a decknél, amikor alakítotok rajta, ott tudjátok használni, most mindjárt akarok mutatni egyet.
Tehát, hogyha kiválasztatok valamit, akkor nem feltétlen kell boostert venni, hanem mondjuk ebből csak egy lapod van, akkor itt tudsz generálni 30-ért. Most példának okáért csinálok egyet. És már meg lett, meg hogyha valamiből nagyon sok lapod van, mint például 4 nem kell, akkor van, hogy el tudod kanótolni. Nem tudom, ezeket szoktad-e használni, pro. Meg aki mondta, hogy izé kevés cucc van, simán ki lehet, meg lehet csinálni dolgokat. Na, akkor megyek ellenetek is egyet, akkor Gamer Fun Channel veled fogom kezdeni. Megnyitom a szobát. Ok. Itt a szobakód. Így. És akkor majd nyugodtan csatlakozz be, és mindjárt bekapcsollak Discordon is, tudsz jönni ugyanúgy, mint ahogy múltkor játszottunk. Csak gyorsan kimegyek mosdóba, aztán utána kezdhetjük is, addig lép be. Na, meg is jöttem. Na, itt is vagyok, szia. Hello, hello. Na, ennyi, mehetünk. Jaj. De ez a sushis dolog az olyan érdekes volt amúgy, de elég erős. Hát, meg lehet a stredős építeni. Igen, igen. Na, kíváncsi vagyok, mit hoztál most. Mivel fogsz szivatni engem végig? Hát ezzel a kezdéssel nem fogom megcsinálni azt a kombót. Ahhoz nagyon olyan kész kell. Lehet, hogy nekem is nehéz lesz. Ez így jöhet támadóba, és akkor te vagy. Meg a két kastély az úgy ritkán jön ki egyszerre. Na, hallgatlak. Aha. Akkor először is kiaktiválok egy ilyet. Én is aktiválom a csapdám. De ez nem befolyásolja a te lapod. Despia az mi? Ó, itt már megvan melyik. Volt már szerencsém velük találkozni ellenfélnél. Igen, le is vetszelem. Te maradsz a jeden. Hát, amennyire szereted a sárkányokat, már ajjaj. Akkor valami sárkányt fogsz hozni. Kíváncsian várom. Semmi is akár miatt. Ugye volt múltkor szó a burnerésről. Nee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 
Na, hát most minden egyes képesség használatodnál 600-at burnelni fog beléd. Akármi képességet használok, na jó, az nekem baj. Csapda, szönképesség, bármi. Aha, jó. És akkor megkockáztunk egy támadást, így látva. Nyugodtan. Tehát ha most aktiválom a csapdám képességét, akkor már burnelődök. 600-at. Aha, fergeteges. No, no, maradsz a helyeden. Na így viszont oké. Okay. Hát még inkább 600-at, mint 1800-at. Hát... nem tudtad, hogy mennyi van az ellenfélnél. Mert ez nincsen korlátozva. Az ez baj. Ez maximálisan 3 lehet. És azért 3x 600. Azt az ott valami sürgősen kell kezdenem. Na hát akkor jöjjön nálam is valami meglepetés. Aktiválom a képességét. Tudom, hogy 600, nem felejtettem el. Ezt lenullázzuk. Ki fogom magam nyírni? Most realizálom, mit csinálok. Battle phase. Azt tüntessük el onnan. Au. Én azért képességet használnék. Azt onnan. Igen. Tegye vissza ide, ide. Ide. Szia Imre! Írtam neked Discordon, majd írd vissza, mikor tudsz. Vissza. Hogy mi van? Most csaptam le! Visszanézős! Ó, shit, akkor viszont az baj. Au. Az fájni fog. Hát, téged is akar húzok fel. Pedig már örültem, hogyha eltakarítom, nem jön vissza. Túl egyszerű lett volna. Így néz ki egy gyönyörű jószág. Legyen miért örülned. Eltakarítom én helyetted. Na. Az igen. De szép, jeges. Képessége is szép. Mit tud? Hát leküldök egy muzios szörnyet, és egy szörnyet már is takaríthatok. Ó. Oh. Tőled. Miért a azt? Banisba persze. Ja, banisba, az még rosszabb, várjál. Tényleg, ma úgy nem tudom visszahozni a temetőből, az igen. Az, ez a pakli direkt ellenem van. Úgy gondolom. Ezért szeretem ezt a fajta paklit, mert bármilyen ellenfelet kapjak, lehet szivatni. Az mondjuk jogos. Megint bukom a 600-at? Nem bukod, mert nincs itt a izé szörny. Ő meg nem szed le. Ja, tényleg! Na gyere.
viszont én is aktiválok egy képességet. És nem mondod, hogy visszahozod. Vissza nem hozom, helyettek szettelek egyet. Oké. Okay. Most kell valamit gyorsan kitalálnom. Gyorsan és okosan. Igen, főleg, hogy tudom, hogy nem sok időm van. Hatszáz neked is. Csak ennyi visszajár? Csak én nem tudom körönte, maximum háromszor, ha kihúzom. Az mit csinál? Visszaküldöm a extrém. És megállom. Ne már! Ez szemét dolog volt. Nem baj, még támadni tudok. Legalább. Most még. Én azt hittem, hogy te mondtad. Mert közben a chatnek mondom, hogy Pati azt mondta, hogy te írtad valahova DC-re, vagy nem te írtad? Vagy Marci volt? Nem tudom már Imre. Értem. Csak a dátum érdekel, hogy mikor jön be a Genshin event. Ne húzd az időt! Nem húzom! Az mi? Az másik sárkány. Persze, hogy 200-al több, mint én. Nyilván. Egyre vissza. Védekezős. Jó lesz a védekezős. Na, elborult a telefonom. És egy... Alvaz. Ajjajjaj. Jó. Na, az már megint valami másik lény. Rendben, szia Pro Hungary. Nem tudok támadni. Miért nem tudsz a másikkal? Hát, gondolom az effektje nem engedi. Ja, lehet. Ne baj, majd legközelebb. Visszahozzuk. Nem muszáj. Ha már szereted a bőrnölgetést, kis meglepi. Aha. Au. Erre nem számoltál. Hát erre nem. Hogy ilyen is van nálam. Múltkor tettem be. Néha jó az a plusz 1000. Igen. Ojjaj. Aha. Az úgy az egy kicsit tajos. Ez most így egy picit barátibb. Aha, elpusztítani nem tudlak. Nem, amíg lent van egy másik fúziós szörnyem. De szemét! Nem baj, de a sebzés legalább bemegy. Látjátok, ez most izgalmas meccs. Bemegy védelmibe.
Melyik a para? Jó, akkor... Akkor őt aktiválom. Őt leküld. Talán visszajön. Mhm. Hát mivel nem szeretek veszíteni. Valami olyan fog jönni, ami eltakarítja a gólemem, gondolom. Igen. Hát ez szomorú. Már megint ez! Arra úgy is szereted az izgalmakat. Szegény Kenta úr gólem. Egyébként mi a helyzet? Én épp eszem kis adag gyroszom rizsre. Jó étvágyat, mondjuk gyroszt én mindig hasába ettem, de hát kinek? Mi nem volt még kosalátával. Jó étvágyat. Hát én majd nem sokan megyek szünetre, Imre, aztán én is kajálok, és utána pedig Pokémon Unite-tal folytatjuk. És ban is ba menne már, ha pusztult volna legalább, kaptam volna másikat. Ajajaj, ez baj. Egy köröm van. Egy körtig így is az útfa. Vagy kettőt. Na most okosan csinálod. De ez nem tudom, ez a pályára hoz, igen. Hát a pályára. Az előbb is a pályára hozott. Emlékszem. Pont, hogy támadó állásba. Hát... Védelmibe kellett volna, igen. Nem baj, így legalább még... Van pár köröd. Jövök is játszani, csak amikor live volt, csak akkor játszok vele. Hát akkor update-ed, mert volt, most új Battle Pass van Poké Unite-ba, Imre. Én is már Switch-en update-eltem ma, mert meg ugye csak telón szoktam. Aha. Na most kell vigyázni az életpontjaimra. Hogy mit csinálok? De, most még vissza lehet hozni. A meccset? Ha elég ügyes vagy. Hatszáz. Miért csak azt tudom kijelölni? Nem, mert csak az volt, gondolom. Hát ennek semmi értelme nem volt. Nem teljesen. Még ezt tudom csinálni. Igen. Ezzel még egy ezres ki tudok adni. És te vagy. Aha. Érdekes, érdekes. Ja, már egy éves badger van a sálas, az most váltott. Aha. Nem tudtam, hogy az már az egy éveshez van. Örülök, hogyha tetszik. Azokat, meg a két évest is megcsináltam már Pati a YouTube tagoknak, csak nem tudom, hogy az ott mi van, majd megnézem. Ugye egyre idősödik a mongufta, ott már azért van sála. Aztán Pati azt mondta, utána ilyen nagymama feelingű jön. Hát itt minden a mostani egy körön múlik. Ja, hónap elején lettél egy éves tag. Na, azt még nem láttuk, ez mi? Hmm.
Hát akkor essünk egymásra. Aki... Jaj, nem akartam. Most nem. Mindegy. Nekem is van ilyen, hogy benyomódik. És nem vitte le? Nem hat rá. Aha. Az nagy leviszi. Hát ez igen. Gyere. Tessék, sárkány. Aha. Aha. Nem marad sokáig pályán. Döntetlen? Ettől fétem. Be kellett. Hát itt azon múlik, hogy húzok egy Raigekit, vagy egy Monster Reborn-t, vagy nem. De akkor is még előnyben vagy. Vagy. Na jó, ha ezt is kivézed, akkor már epic. Tessék! Akkor ez az epic fight. Hozd itt a sárkányka. Aha. Hú! Hát jobban megizzasztasz, mint mikor random emberek ellen játszok, azt kell mondjam. Szia Viki, Mizu. Na most húzzak egy Raigekit, könyörgöm. Vagy egy Raigekit. Ne használok egy képesség, hanem annak szó meg. Ó, ne. Ne használj már. Aki lemaradt, srácok, ez már egy elég régóta menő párba, és nagyon meglepő módon szoros. Részemről meglepő, hogy szoros. Be a terepet. Jól vagyok, köszönöm Viki, minden fajn. És akkor van te jössz. A lapommal semmire nem megyek, amit húztam. De támadni támadok. Fú, ez nagyon összetett. Volt egy anime sorozat Viki, és abba kártyáztak, és lényegében azt játszhatod. Meg gyűjthető módon is volt meg minden. Óha! Még itt van ez is. És különböző képességeik vannak a dolgoknak. Szia Kriszti, 1000 éve, Mizu! Örülök, hogy olyan jó napod volt, Viki. Délután meg még lesz egy Pokémon Unite le. Délután, már ezután meg konkrétan ezután megyek kajálni. És akkor... Sárkánnyal bekockáztatunk oda együttést. Hát ezt nyerted. Azt a mindenit! Köszönöm, ez rohadt jó meccs volt. Na ezzel most vért izzadtam, hogy meglegyen azért. És egyszer el is csesztem egy visszahívást, mikor támadóba dobtam. Ez nagyon szép meccs volt. Hát GG. Tesómnak voltak ilyen kártyai, emlékszem, ment a tévébe és az anime, csak akkor nem értettem semmit voltam. Figyelj meg, az eleje az még semmi, tehát hogy most már olyan hát az dolgok az vannak benne. Felvezető, katyvasszerű. Igen, igen. A vége fel meg a GX-nél fejtették ki rendesen a szabályokat. Igen, a GX második felébe szerintem talán. Úgyhogy egyetértek. Hát, a magyaroknál igen, a külföldieknél, amit nem szinkronizáltak, ott már a DM-nél is. Ja igen, de az nem, nekünk nem lett szinkronizálva, azt én is tudom. Pedig elvileg ott azok jók voltak, úgyhogy
Ja, meg itt vannak ilyen tanító módok, srácok, ezeket meg tudjátok csinálgatni, és akkor itt is lehet kapni boostert, meg pontokat. Mert azért nem értettem csak egyet a ProHungry-ben, mert ilyen pontot nem kell venni, simán lehet gyűjteni. Én eddig egy forintot nem költöttem a játékra. Hát, kiki. Mert ugye ezeket a gemeket, ezeket venni is lehet rendes pénzért. Azt ugye, akinek van rá pénze, az Ja, hát persze, meg megveheti. én is azt szoktam mondani, hogy ha valami játék tetszik és játszom, azt én is szoktam támogatni, de gyakorlatilag azért rengeteg Igen, csak kezdő emiatt, paklit meg lehet venni. bocsánat, csak emiatt egy idő után eléggé pay-to-win-né válik a dolog. Hát ez mondjuk igaz, de nagyon sokat kell farmoljál, és akkor úgy talán. Igen, más meg ugye meg simán megveszi. Hát mondjuk ez igaz. Jó, de hát ez sajnos sok játékban van ilyen. Hát legfőképpen ezekben az ingyenesekben. Igen, mert nekik is kell a bevétel. Na jó, van, én örülök ennek a záró meccsnek, várlak majd legközelebb is, köszi szépen, tőled elköszönök. Szívesen. Szia, Szia. szia. És akkor tőletek is elköszönök, srácok, mert megyek kajálni, úgyhogy bőven haza fogsz érni, Krisztin, amire jövök vissza, mert át kell állítanom ugye a Switchre. Már Switch az be van készítve, itt van, le van updatelve a cucc, úgyhogy ezen fogjuk tolni a Unite-ot. Akinek megvan a Pokémon Unite ingyenes telefonon, csak előtte pár szintet kell menjen, az olyan, mint a LOL, csak Pokémonba és gyorsabbak a körök. Lehet jönni szurkolni, nézni, meg játszani egyaránt, szerintem estig toljuk neki, és nem sokára jövök vissza, szerintem ilyen 4 óra körülre meg leszek mindennel. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, és találkozunk nem sokára, addig tanuljatok, egyetek, érjetek haza, és mindjárt folytatjuk. Sziasztok!